Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, a parlamenti pillanatokat látják. Köszöntöm stúdiónkban Hajdú László országgyűlési képviselőt. Én is köszöntöm a kedves nézőket, szerkesztő asszonyt is. Aki az elmúlt napokban akár online, akár televízión keresztül híradásokat követett, azt tudhatja, hogy elkezdődött egy aláírásgyűjtés, hogy a jövő tavaszi népszavazáson a hat párt által feltett két kérdés is a népszavazás része legyen. A Fudan Egyetemet, illetve az álláskeresési járulékot érintő kérdéseket szeretnék majd a lakosság elé vinni. Pontosan hogyan érinti ezt a két témát a kérdés, mire vonatkozik, és a kerületiek hol tudnak csatlakozni az aláírásgyűjtéshez? Igen, valóban aláírásgyűjtés van, annál is inkább, mert 5 népszavazási kérdésben a kormány már döntött, tehát az már biztosan ott lesz az áprilisi országgyűlési választáson, és 2 fontos, szerintünk a legfontosabb kérdés, mert igen, nemet is lehet mondani, ki milyen ízléssel kezeli a kérdést. Ebben a 2 kérdésben az ellenzék, hát konkrétan Budapest főpolgármester Karácsony Gergely kezdeményezte, és ez csodák csodája átment minden szűrőn, tehát lehet aláírást gyűjteni. 200 ezer aláírást kellene nekünk nagyon gyorsan, 3 hét alatt összegyűjteni ahhoz, hogy mondjuk azt biztosan ez a 2 kérdésről is tudjunk szavazni az áprilisi választáson. Ezért folyik most ebben a rossz hideg időjárásban az a intenzív küzdelem, hogy képesek leszünk-e arra, hogy 3 hét alatt összegyűjtjük. Több határidő is van erre. Azért szeretném a tévénézőket is kérni, hogy segítsenek ebben, mert ha is amennyiben ez áthúzódik februárra, ez az aláírás gyűjtés, akkor matematikai esélye nem lesz, hogy az áprilisi választáson ott van. A kerületben több helyen is megtehetik az aláírásukat. Irodában, tehát meleg helyen a Nyírplató út 5 földszint 1-ben ez a képviselőiroda, itt szoktam fogadni az embereket, ebben az irodában reggel 9 és este 18 óra között minden nap, vasárnap kivéve minden nap, a jövő héten is. És a Rákos úton, tehát a Rákos palotáértem, például a Visocki út sarkon a Farkas Editnek az irodája, ki van írva, hogy Farkas Edit képviselő irodája, ott ugyanebben az időpontban, nem 9-kor, 10-kor kezdi, de 18 óráig szintén nyitva van. És utcán is vagyunk, például a mai nap a vásárcsarnoknál kitelepülve, és ebédosztások lesznek a hétvégén. Mindegyik ebédosztásnál lesz egy pult, ahol szintén meg lehet ezt tenni, tehát pénteken még a főtéren, és vasárnap is a főtéren, és hétfőn is még a főtéren meg lehet tenni pultoknál is az aláírást. Azt reméljük, hogy sikerül itt a kerületben szokásoknak megfelelően egy olyan aktivitást kiváltani, hogy ez a 2 nagyon fontos kérdés, ami szó szerint új palotaiakat érinti, az abban a tekintetben mi letegyük azt a voksot, amit elvárnak tőlünk. Ugye jelenleg az álláskeresési támogatás az 3 hónapig folyósítható a munkanélküliek számára, és a 6 párt azt szeretné, hogyha ez 9 hónapra lehetne kitolni. Hogyan látják, hogy ez a meghosszabbított időszak, ez mennyiben segíteni azokat, akik állást keresnek? Nem tartanak-e attól, mert ugye közösségi médiában ilyen visszhang is olvasható, hogy kevésbé lesznek majd az álláskereső emberek motiváltak arra, hogy állást találjanak, hiszen hosszabb ideig tudnak állami segítségből fennmaradni, élni. Hát, hogy ezek az ellenérvek, amiben van persze igazság, de hozzá kell tegyem, hogy a valóság, az élő gyakorlat az, hogy akinek megszűnik a munkahelye, mire elszámolják őt, hogy megszűnt végleges a munkahelye, elment egy hónap ebből a 2 hónapból. Aztán írogatja a levelet a különböző cégekhez, nem kap választ, telefonálgat, nem veszik fel a telefont, tehát 3 hónap olyan gyorsan elmegy, és attól kezdve semmilyen támogatásra nem jogosult, ott a családja, minden jövedelem nélkül. És 3 hónap alatt egyébként, ha külföldre akar elmenni, sem tudja elintézni. Ez a 9 hónap azt jelenteni, hogy tudja a munkaerőpiacot tisztességesen körbejárni, valóságos alternatívák közül tudjon választani, mert van ilyen, és akár ha vidékre akar elmenni, mondjuk egy lakást tudjon kibérelni, és különösen, hát ha a külföldet választja munkavállalásban, ahhoz is kell legalább fél év engedélyezés, munkavállalási engedély, sok minden. Ez idő alatt a családok védelmébe gyűjtjük mi ezt elsősorban,
hiszen majdnem minden esetben családosokról van szó. Tehát azt gondolom, korábban ez 9 hónap volt, ezt a jelenlegi kormány csökkentette le 3 hónapra. Azt gondolom, hogy vissza kell ezt a 9 hónapot állítani. Ez egy teljesen jogos követelés, nem nagy tömegről van szó. Ha igaz, hogy csak 4%-os a munkanélküliség, akkor erről a 4%-ról beszélünk. Ha ez a 4% sorsa, amik mögött családok vannak, ennyit megér az aláíróknak, akkor kérjük, hogy támogassák őket. Nagyon szépen köszönöm, képviselő úr, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőinknek köszönöm szépen a figyelmet. Jövő héten a megszokott időben ismét várjuk Önöket, akkor is tartsanak velünk, hiszen a 2021-es évet fogjuk majd értékelni. Viszontlátásra!